A Szentágotai Kutatóközpont virológiai laboratóriuma jelenleg komoly hatóanyagvizsgálatokat végez. Ez jelenti már meglévő, valamint újonnan létrehozott hatóanyagok vizsgálatát. Egy ismert gyógyszer eredeti alkalmazásától eltérő új terápiás hasznosítása sok előnnyel jár. Egy ilyen termék bevezetésének idő- és költségigénye, valamint kockázata is jóval kisebb, mint ami egy új hatóanyag innovációjával kapcsolatban felmerül. Ezek a gyógyszerek már ott vannak a patikák polcain, kis túlzással ezt lehet mondani. Tehát ha bármelyik hatékony lesz, akkor azonnal klinikai vizsgálatokba lehet bevonni, ami egy sokkal jobban felgyorsítja a klinikai alkalmazás folyamatát. Az újonnan szintetizált hatóanyagoknál ez egy hosszabb folyamat, viszont ott is nagyon sok ígéretes eredményünk van. Reméljük, hogy ott is lesz olyan hatóanyag, amit a későbbiekben valamilyen új gyógyszerfejlesztésre tudunk alkalmazni. Jakab Ferenc óriási elismerésnek tartja, hogy az új Nemzeti Virológiai Laboratórium központja Pécsett a Szentágotai Kutatóközpontban lesz. Az új intézmény vezetője egy országos hálózat létrehozását tervezi, ahol többek között szegedi, budapesti és debreceni szakemberekkel dolgoznak majd együtt. Nyilván a téma adott lesz, tehát az új, illetve az újra felbukkanó fertőző betegségeknek a kutatása, és elsősorban olyan hatóanyag tesztek, vakcinafejlesztések, fejlesztési projektek indítása, ami egy mostanihoz hasonló járványnak már egy felkészülése lehet. Azt gondolom, hogy ezzel a Nemzeti Virológiai Laboratórium programmal most a hazai virológiai kutatás újra az aranykorát érheti, és újra egy olyan nagy tőkeinjekciót kapott, amely nagyon fellendítheti a hazai virológiai kutatásokat. Bízunk benne, hogy ez így is fog alakulni. Jakab Ferenc hozzátette, hogy a projekt során az utánpótlás nevelésre is nagy hangsúlyt fektetnek majd, azaz meg szeretnék teremteni annak a lehetőségét, hogy legyenek olyan új, képzett, fiatal virológusok, akik folytatni tudják majd a mostani szakemberek munkáját.